Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Isten igéjét olvasom Sámuel első könyvéből a 21. rész 11. versétől a 22. rész második verséig. Dávid még azon a napon elindult, elmenekült Saul elől és Ákishoz, Gát királyához ment. Ákisnak ezt mondták udvari emberei, hiszen ez Dávid az ország királya. Róla énekelték a körtáncban, megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Amikor Dávidnak tudomására jutott ez a beszéd, félni kezdett nagyon Ákistól, Gát királyától. És félkegyelműnek tettette magát előttük, eszelősként viselkedett köztük, firkált az ajtószárnyakra, nyálát pedig a szakállára csurgatta. Akkor ezt mondta Ákis az udvari embereknek. Hát nem látjátok, hogy ez az ember bolond? Minek hoztátok ide? Nincs itt elég bolond. Ide hoztátok még ezt is, hogy a bolondját járja előttem. Egy ilyen kerüljön a házamba. Elment azért onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett. Át tudjuk érezni Dávid helyzetét. Bizony már velünk is előfordulhatott, hogy Saulunk eltávolított korábbi pozíciónkból, vagy éppen azoktól az emberektől, akiket szeretünk, akik fontosak voltak nekünk. Talpra állásunk érdekében velünk is előfordulhatott, hogy meghamisítottuk az igazságot, elferdítettük a tényeket, és az ellenségnél kerestünk menedéket. Normális körülmények között ez eszünkbe sem jutott volna, ezek azonban nem normális körülmények, ezért az óriások élőhelyén időzünk a baj szülővárosában, szenvedély rabságában vagy kétes helyeken. Miközben ilyen dolgokba bonyolódunk, megváltozik a személyiségünk, megőrülünk bizonyos mértékben, hogy elfogadjanak és kibírjuk a kibírhatatlan helyzetet. Egy holt tengeri barlangban ébredünk, Adullám barlangjában, életünk legmélyebb pontján és ostobának érezzük magunkat. Sivár, kopár, emberek nélküli jövőnek nézünk elébe, és azt kérdezzük, most aztán mit is tegyünk? Fogadjuk fel Dávidot tanítónknak, mert bármi meglepő, de éppen a barlangban összeszedi magát. Újra felszínre tör a hűséges pásztorfiú, az óriás legyőzője újra felfedezi a bátorságot. Bár vérdíjat tűzte ki a fejére, nincs hova lehajtani a fejét, mégis megőrzi a józanságát. Újra Istenre tud összpontosítani az ő kegyelméből, és megtörténik a csoda, menedéket talál. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Amen.